A Terror Háza Múzeumot is működtető közalapítvány és a MOL nyitott részvénytársaság 2009-ben alapította Petőfi díj a szabadságról szól, mely Petőfi Sándor örökérvényű bölcsessége alapján minden közös jó forrása. Büszke vagyok, hogy 2020-ban a MOL csoport és közalapítványunk kuratóriuma Kónya Imrének és Dajcs Tamásnak ítélte a Petőfi díjat. Példaképeink ők, akiknek teljesítménye, helytállása egyértelművé teszi, azokban a pillanatokban, amikor hazánk szabadságának kivívására került sor, nem szűkölködtünk elszánt és áldozatra kész hősökben. A vírus jelentette fenyegetést csak még inkább aláhúzza és még jobban megtanít értékelni átmenetileg behatárolt szabadságunkat. A szabadság az alapja ugyanis mindennek, az egyén és a közösség, az ország és a nemzet, de az egész emberiség lehetőségei kibontakoztatásának, szellemi és anyagi jólétének is. Az a két ember, akiket ma díjazottként köszönhetünk, a rendszerváltoztás fontos szereplője. Bátorságukkal, küzdeni tudásukkal, teljesítményükkel történelmi érdemeket szereztek a szabadságért vívott küzdelemben. Dr. Kónya Imre erős, nemzeti érzéssel megáldott ember. A saját nyelvvel, történelemmel, nemzeti identitással bíró, szuverén államok elkötelezettje. Én valóban ahhoz a 80-as évek végén hirtelen a közélet porondjára lépett új politikusi nemzedékhez tartozom. Elég jól ismerem a nemzedék tagjait, és mondhatom, hogy nem voltak hősök. Ugyanolyan köznapi emberek voltak, mint bárki más. De amikor a sors tért nyitott előttük, akkor igenis hajlandók voltak ezt a kihívást elfogadni, és hajlandók voltak a közöttük feszülő, sokszor zsigeri ellentéteket azokon fölülemelkedni és összefogni. Tamás Deutsch came to Prague on August 21st, 1989, and attended an unauthorized demonstration organized on the occasion of the anniversary of the 1968 invasion of Czechoslovakia by the Warsaw-backed armies. He held a banner with the inscription, "We came with flowers, not with tanks." Tamás Deutsch has been for a very long time one of the most important Hungarian politicians. As a Czech politician, I would like to openly and explicitly recognize that Hungary, under the leadership of Prime Minister Orbán and with politicians like Tamás Deutsch, has become one of the few remaining defenders of freedom, liberty, old centuries proven values and traditions, and last but not least, of the nation state and its irreplaceable role in human history. 2020-ban a szabadságunkért küzdöttünk, hosszú ideje a legkeményebb küzdelmeket vívtuk. Harcoltunk a saját és nemzetünk egészségéért, mely a cselekvésünk szabadságát is jelenti. És közben megvívtuk azokat a gazdasági és politikai csatákat, amelyek nemzeti függetlenségünket jelentik. Sokat kell még dolgoznunk a szabadságunkért, az egészségünkért és a közös boldogságunkért. Én meg fogom tenni, amit csak tehetek, ami tőlem telik. A Petőfi díja polcomon erőt és hitet ad majd ehhez.